Kolozsvár természetbarátok boltjában a dolmányosvarjú szarka élvefogó csapóhálót, vagy más néven borítóhálót fogjuk bemutatni, a felállítását, illetve azt, hogy a szerkezet hogyan működik. Itt van a háló, ez tulajdonképpen egy ilyen rugós borítóháló keret. A régen nagyon közkedvelt hálótípus volt, főleg a madarászok használták ennek egy gyengébb változatát, és azzal énekes madarakat fogtak főleg, illetve olyan nehezebben megfogható madarakat, mint a kövirigó, hantmadár. Viszont azoknál a szerkezeteknél élő csalit használtak, és úgy is volt kialakítva maga az elsütő, hogy élő csalit lehessen rá lisztkukacot, bármilyen egyéb más bogarat tenni. Ennél a hálónál viszont úgy van megcsinálva az elsütő szerkezet, hogy egy ilyen taposó keret van, amire a varjúfélék rá tudnak szépen lépni, és az hozza működésbe a csapdát. Ezt mindjárt föl is fogom állítani, hát látszik, hogy miután ez jóval nagyobb, mint egy sima énekes madár kandli, és erősebb szerkezetű is, ezért maga a rugó is jókora ellenállást fejt ki, tehát már mikor forgatom kézzel, akkor rendesen meg kell benne kapaszkodni, mert az embernek ott marad a keze, akkor bizony eléggé meg is tudja ütni. Először fölhajtjuk a hálót, a keretet, és van ezen a szerkezeten egy biztosító, hogy amíg a zajzást végezzük, addig hát nyilván ne csapja össze a kezünket. Ez lesz majd az elsütővas, de ezt majd később fogom föltenni rá. És ez tulajdonképpen itt az elsütő keretünk. Ez gyakorlatilag egy passzív elsütő szerkezet. Szépen behajtjuk így a hálót, fogom is majd egy picit álcázni. És az első, vagy kettő ilyen leszúró karó van hozzá, mind a kettőt üssük le ide a sarkára, mert ha nem fogja rendesen ez a rögzítő vas, akkor felpuposodik a háló, mikor elsül, a rugó felnyomja, és a felpuposodott keret alól bizony szépen ki tud bújni a madár. Úgyhogy mind a kettőt tegyük úgy le, hogy a mozgásban nem akadályozza, mert az alsó keret az nem fog mozdulni. Jó mélyen lent vannak, úgyhogy mind a kettő fog is. Hálót el kell alól mozgatni, és akkor tulajdonképpen élesíthetjük is majd a hálót. Csak megcsinálom a körítést. Fészket fogok belecsinálni, két ilyen kis nagyobb macska tojás, meg fűrt tojások. Ez lesz a keret, amire, hogyha rálép a madár, akkor sül el a szerkezet. Egyébként minden egyéb dögöt is lehet bele tenni, bármilyen is elhullott állatot. Ezt elrakasztalom, ezt is jól látszik. Csináltam egy ilyen kis fészekszerűséget, és általában még így a csapda elé kiszoktam így helyezni párat, de a levegőből, amikor a dolmányos varjú érkezik, akkor ki tudja szúrni, hogy ott vannak a tojások, igen jó szeme van, és észre is veszik. És ezekre akkor szépen rá is mozdul, sőt több is rá szokott mozdulni. És általában még egy pici fűvel, vagy ez egy betárcsázott rakcafög, a tegnap láttunk rajta elég sok dolmányos varjút. Ezzel szoktam egy picit álcázni magát a keretet is. Éppen ami a helyszínen található anyag. Ími. És még ide a zöld hálóra is lehet ilyen kis rohadványt rakni. Ez ilyen lekaszált fű. Tulajdonképpen teljesen jól beálcázza a csapdát. Viszont a rugója az bőven elég erős ahhoz, hogy ezzel az egész hóbelebanccal együtt el tudja sütni. Most jön az élesítés. Itt van ilyen. Ez a szerkezet, ami átfog.
rálép a varjú, ezt fogja elsütni, és utána itt mutatom, ezzel, amivel ugye lebiztosítottam, ezt szépen elhajtom, most már ugye aktív a csapda, tehát hogyha valami ide rálép, akkor az rögtön el is sül, és így, és akkor szépen így van élesítve. Miután tegnap itt is láttam dolmányos varjakat, most raktam ki egy lessátrat, bemegyünk a lessátorba, és remélhetőleg fel is tudjuk venni, hogy ez a csapda fog valamit.